Nemrég úgy fogalmazott, hogy egy magyar csodának lehetünk most a szemtanúi, hiszen az ukrajnai háború kitörése után, ahogyan a menekültek elkezdtek özönleni Magyarország felé, egy emberként mozdult meg az ország, szinte mindenki támogatja a menekülteket valamilyen formában. Így lesz egy tragédiából lelki megújulás? Erre vonatkozik a megállapítás? Igen, azt hiszem, hogy lehet akár így is mondani, bár én az első rácsodálkozás során mindjárt nekem a szentpáli mondat jutott eszembe, hogy ahol elhatalmasodik a bűn, ott túlárad a kegyelem. Teológiailag talán nem erre gondolt Pál, de mégis mindenképpen érvényes erre is, hogy amikor nagy szörnyűségek vannak, ott kiderül, hogy felszínre kerül az isteni jóság. Mert ezt szeretném hangsúlyozni, hogy ez az emberi jóság, amely megmutatkozik sok-sok ember cselekedetében, független attól, hogy templomba járó vagy sem, vagy imádkozó ember vagy sem, ez az isteni jóság, amit belénk ültetett, és ez kerül felszínre, és ennek a túláradását láthatjuk most. Igen, valóban szörnyűségek történnek a közelünkben, és ez a jóságot váltotta ki. Ez csodálatos, és ezt látni kell. Ezért is tettem közzé ezt a belső gondolatomat, hogy beszéljünk róla, nehogy úgy menjünk el mellette, hogy ez egy magától értetődő dolog. Jó lenne, hogyha egész életünk ilyen magától értetődően hordozná ezt az ember jóságot, de sajnos nem így van. És talán még annyit érdemes hozzátenni, hogy hogyan alakul a háború, hát ezt ugye nem tudjuk egyáltalán. És a háborúnak azért van egy ilyen nagyon súlyos következménye is, hogy közben a gyilkolás, a pusztítások nyomán az ember egyre kegyetlenebbé is tud válni. És erre is vértezzük fel magunkat. Ne adja Isten, hogy ilyen helyzet adódjék, de azért ebből kell a mostani csodából kell ezt a muníciót összegyűjtenünk, hogy igenis bennünk van a jóság, és ezt kell nekünk újra és újra felszínre hozni. Minél nagyobb a baj, annál nagyobb odaadással kell ezt a jóságot megélnünk, segítenünk a rászorulóknak. És ha még hozzátehetek valamit, ezt Csaba testvértől vettem ezt a gondolatot, hogy ez a háború, amikor az embereknek, vagy az életünknek sok-sok fontosnak tartott dolga úgy megrendül, és kiderül róla, hogy mégsem annyira értékes, ez arra is készessen nem csak a menekülteknek a megsegítésére, hanem a helytállás, hogy ott, ahol vagyok én, ott tegyem meg azt, amit az Isten tőlem vár. Szóval, ha jól állunk hozzá, akkor ez nem csak csapás, hanem nagyon sok ponton előre vezethet bennünket emberségünkben. Nemrég írt egy cikket, amelyben úgy fogalmazott, hogy jó ma magyarnak lenni Magyarországon. Két héttel vagyunk március 15-e után, és szerintem ez egy igazi forradalmi megjegyzés volt. Eljöhet majd az az időpüspök, hogyha szerint, amikor már nem lesz kérdés senki számára Magyarországon, hogy jó helyre született? Mert én azért azt látom, hogy ma még nagyon sokan küzdenek ezzel a kicsit szocreál, mesterségesen elplantált kis hitűséggel. Igen, azt hiszem jól fogalmaz, mert egy ilyen 40 éves kommunista örökség azért elsősorban, amikor kiüresítették ezt a nagyon-nagyon nemes érzést, a hazaszeretetünket, és hát az én korosztályom jól emlékszik arra, amikor március 15-ét megünnepelni, hát éppen csak meg lehetett. Tehát ugye nyilván október 23-át egyáltalán nem, az bűn volt, az azért börtön járt, de március 15-e is olyan nagyon óvatosan kezeltük, és a március 21 a tanácsköztársaság kikiáltása az volt a nagy irányított ünneplés. Na szóval ez is benne van a fejekben, vagy a szívekben, a sajnos fájó örökségként, de nem vagyok azért túlságosan derülátó, mert most egy új kommunizmus van nagyon erősen terjedőben, amely viszont az egyéniséget, hát igen, mégis a kommunizmus is az egyéniséget támadta meg, és ez a mostani fogyasztói társadalom, amely az emberi értékekből teljesen ki akarja vetköztetni, ki akarja fordítani az embert, és hogy vissza tud-e állni a nemzeti érzés mindenekben és mindenkiben.
Ezt nem merem mondani, hogy már a közeljövőben van, megállhassunk, mert már itt van a Kánaán. De még egy fontos dolgot hozzá akarok tenni, hogy nagyon fontos ezt jól érzékelni, és az említett cikket, amire utalt az imént, azért azt is beleírtam, hogy ez a nemzeti érzés, hogy örülök, hogy magyar vagyok, büszke vagyok arra, hálás vagyok az Istennek, hogy magyarnak születtem, ez egyáltalán nem tartalmazhatja azt, hogy ezzel másokat lenézek. Egyáltalán nem. Szó sincs róla. Ez azért is hangsúlyozom, mert néha ezt ránk sütik, hogy na hát, magyar vagy, hát van más is. Ja, persze, hogy van. Ő is hadd legyen büszke. Hát némely nemzeteket, ha megnézünk, Ukrajnát most nem említem, mert ők nagyon nagy bajban vannak, de az ukrán zászló is, hát mindenütt ott van, de Romániába átmegyünk, akkor ugyanígy a nemzeti színű szalagok és zászlók mindent ott vannak. Na de nagyon csodát Amerikában is, hát szinte megrendítő látni, amikor egy amerikai ünnepségen szívükre téve a kezüket éneklik a nagy amerikai himnuszt. Szóval nem bűnez, és nem valami rossz dolog, ne süsse ránk magyarokra senki sem, hogy mi ezzel kirekesztők vagyunk, hogy mi meg arra vagyunk büszkék, hogy magyarok vagyunk. Ami a hétvégi választásokat illeti, mert hát szót kell ejtenünk erről is. Igen. Hogy érzi a magyarság történetében ez egy mennyire fajsúlyos pillanat lesz? Egy a többi választás közül? Na hát én is azt mondom, amit azért sokan, hogy a háború miatt ez most majdnem történelmi. Majdnem történelmi, mert hogyha olyan ország vezetés szavaz a többség, amely háborúpárti, hát jó Isten mentsen meg bennünket ettől. Tehát sajnos az első és a másik világháborúban is egyszerűen belesodródtunk. Nyilván a magyar nemzet, az emberek sokasága, de hogy akarta a háborút, hát szó sincs róla. És mégis rossz politikával, ügyetlenkedéssel, néha hőzöngéssel, aztán hát mégis belesodródtunk akaratunk ellenére. Hát nagyon fontos a választás, hogy kire szavazunk, háborúpártira vagy békepártira. Én nekem nagyon megnyugtató voltak az első megnyilatkozásai a kormánynak, meg hát az azóta is vezető fő gondolat, hogy mi ne akarjunk belemenni a háborúba. Nagyon-nagyon kiélezik ezt a kérdést, és volt olyan politikus, aki hát föltette a kérdést, hogy na, döntsétek el, hogy hol álltok, az oroszok vagy az ukránok pártján. Hát könyörgöm, senki ne tegyen fel ilyen kérdést nekünk, se senkinek, mert nem egyik vagy másik oldalra kell állni, a béke oldalára kell állni, és mindenkit segíteni kell. És az oroszokat, nem tudom szabad ilyet mondani, az oroszokat éppen annyira segíteni kell, az orosz embereket, a nemzetet, mert ők is most nagy bajban vannak, kétségtelen, borzasztó, amit művel a vezetés, az orosz vezetés, és egyszerűen nem megmagyarázható és szörnyűséges, és ők is pontosan ezzel a felelőtlen magatartásukkal viszik bele az országukat, a népet. Aminek aztán az orosz civilek isszák meg a levét nyugaton, az ártatlan kamionsofőrök, akiket vegzálnak. Pontosan. Na most meg hát az orosz művészek, vagy sportolókat bünteti most az egész világ. Hát szegények mit tehetnek arról, hogy van egy őrült vezetőjük? Na most hát a vezetőknek óriási felelőssége van, hogy az egész nemzetet most beleviszi, vagy nem viszi bele a háborúba. Úgyhogy nagyon megfontoltan kell, akárki lesz a vezetője augusztus vagy a április 3. választások után az országnak, hogy mennyire lesz bölcs abban, hogy nagyon nehéz jó válaszokat adni, mert rossz kérdéseket tesznek föl. Amikor fölteszik, hogy na most hova álltok, hát ez egy rossz kérdés, amire nem lehet jó választ adni. Vagy az, hogy most segítjük-e Ukrajnát, vagy nem. Hát ez ez meg nem kérdés, mert persze, hogy segítjük, de úgy segítjük, hogy közben a békét építsük és mozdítsuk elő. Ha fegyvereket akarunk odavinni, nem az a kérdés, hogy néha ez kiélezik rettentően, hogy na majd azt velünk fogják szembefordítani. Alapvetően nem ez a kérdés. Ha fegyverek mennek, az gyilkolni megy. Hát én támogassam a gyilkolászást, könyörgöm. Hát szó sincs róla, nem lehet. Nem, ez nem a fegyverek döntik el ezt a háborút, hanem minden módon a békét kell építeni.
És ez felelős gondolkodó politikusokra van szükség, hát olyanokra szavazunk, akik a felelősen gondolkodnak és a békének a pártján vannak.